Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek a Dance Express Tánciskola Instagram oldalán. Ez itt a Tanulj velem táncolni című rovatunk. A mai napon, hogyha velem tartasz, egy kicsikét továbbfejlesztjük az angol keringünket, méghozzá megtanuljuk bele a negyed fordulatot. Tarts velem te is, táncoljunk együtt! Még mielőtt elkezdenénk a tanulást, ha esetleg valaki lemaradt az előző Instagram videóról, ahol megtanultuk az angol keringőből a kocka alapot, vagy az alaplépést, gyorsan átfussuk azt is, jó? Állunk zárt lábbal, bal lábunkon van a testsúly, jobb lábbal fogunk előrelépni egyet, hogy egy, utána lépünk bal lábbal oldalra két, és háromra pedig mellé zárunk jobb lábbal. Innen bal lábbal lépünk hátra ismét, hogy egy, jobb lábbal oldalra, és utána hára ismét bezárunk. Tehát indulunk előre, hogy egy, két, há, egy, két, há. Jobb láb elől bal, zár, bal, jobb, zár. Egy, két, há, egy, két, há. Tehát térjünk át a mai témánkra, a negyed fordulatra. Ugyanígy zárt lábbal állunk, bal lábunkon van a testsúly, ugyanúgy előre fogunk, illetve oldalra is mellé zárni, csak most elkezdünk diagonálba lépni előre, tehát az első lépésünk diagonál előre lesz, majd utána lépek oldalra és mellé zárok. Ezzel elfordultam egy negyedet. Ugyanúgy most a bal lábam szabad, ezért bal lábbal lépek hátra, tovább diagonál hátra, majd oldal és mellé zárok, majd folytatom ugyanúgy ezt diagonál előre, egy, két, há, és jövök bal lábbal diagonál hátra, két, há, amivel leírtam egy teljes kört, jó? Folyamatban így néz ki, hogy egy, két, há, egy, két, há, egy, két, há, egy, két, há. Alaplépéssel együtt, egy kocka és egy negyed fordulat, hogy egy, két, há, egy, két, há, és megyünk negyeddel, há, egy, két, há, egy, két, há, egy, két, há. Ha tetszett a videó, kövess minket Instagram oldalunkon, a Kukac Tánciskola Dance Expressen, vagy hasonló videókért, látogass el YouTube csatornánkra, amelyet Dex TV néven találhatsz meg. Én köszönöm a figyelmet nektek, szép napot, sziasztok!